magyar szabadságharc legdicsőbb hadvezére Bemapó volt. Halálának 100. évfordulóján emlékkiállítás nyílt meg a Hadtörténeti Múzeumban. 1950-ben így számolt be a filmhíradó a Hadtörténeti Múzeum legújabb kiállításának megnyitásáról. De a történet sokkal korábban kezdődött. Maga a gondolat, hogy legyen egy hadtörténeti múzeum már a kiegyezés időpontján felmerült, tehát 1867-ben. Ugye létezett már a monarchián belül egy hadtörténeti múzeum Bécsben, és az ország részek is szerettek volna egy saját hadtörténeti jellegű gyűjteményeket, és igazándiból a millenniumi kiállításon 1896-ban létezett is egy hadtörténeti csoport által összeállított kiállítás, és volt egy ilyen szándék, hogy ezt egyben tartják, és ebből pedig majd egy múzeum lesz. Ugye Magyarországon a legtöbb múzeum a 90-es években jött létre, az 1890-es években jött létre, tehát természetes igény volt arra, hogy a hadtörténeti emlékek gyűjteménye is megalakuljon akkor, de ez akkor nem valósult meg, végül is a gyűjtemény az szétesett, nem maradt meg egyben, amikor az gondolat újra fejlett, az első világháború időszaka volt. Már a háború második évében megkezdődtek az emléktárgyak és iratoknak a gyűjtése, ezért felmerült, hogy újra, szintén ezt úgy nevezik, hogy Fiók Hadi Múzeum, hogy a Bécsi mellett a monarchia különböző városaiban jöhetne létre egy ilyen lehányvállalat, tulajdonképpen ilyen fiók múzeumok. Sőt, mi több, a minisztériumnak volt egy levélteli osztálya már 1915-től, akik elkezdtek tárgyakat gyűjteni. Felmerült az ötlet, hogy az első hadtörténeti múzeum az a Gellért-hegyen valósuljon meg, de aztán ugye tudjuk, hogy mi lett a vége az első világháborúnak, ugye a monarchia összeomlása, végül is ezeket a terveket, amik még a háború alatt készültek, ezeket ugye elsöpörték, úgyhogy itt álltunk 1918-ban, és még mindig nem volt hadtörténeti múzeum, de már az ötlet már régóta létezett. Az önálló Magyarország létrejötte kedvező történelmi körülményeket jelentett a hadtörténeti múzeum számára. Végre eljött az idő a régóta dédelgetett álom megvalósulására. Végül 1918. novemberében saját kezdeményezésből két személy, Akházi Kamil, ugye itt az udvaron lehet látni mind a két személynek a szobrát, Akházi Kamil és Gabányi Jánosnak a saját kezdeményezéséből kezdődött meg a munka és kezdődött meg a gyűjtés. Ugye Akházi Kamil a múzeum, Gabányi János pedig a levéltár, tehát igazándiból a hadtörténeti intézmény és múzeum ugye komplexen 100 éves, de igazándiból ez a két részleg az, ami tényleg 100 évvel ezelőtt alakult. Természetesen a múzeológusok és a levéltársak között megy a vita, hogy mi volt előbb, a tojás vagy a tyúk, de nyilvánvalóan megegyeztünk, hogy mindenki 100 éves. A hadtörténeti múzeum kezdetben múzeum és levéltár volt. A levéltárban irattár és térképtár is van. Ma mellette itt működik a hadtörténeti intézet is hatalmas könyvtárral, az első világháborús sírok gondozásáért felelős hadisír igazgatóság és a centenáriumi pályázati igazgatóság is. Az épület együttesben elfér minden osztály, de ez nem mindig volt így. Kezdetben az országos levéltár 3 szobájával gazdálkodhattak, majd a Kilián laktanyában nyithattak kiállítást. Itt olyan kiállítás épült, amit ma divatosan ilyen látványteli kiállításoknak neveznénk. Hát ugye nem igazán tartották be azokat a műtárgyvédelmi szempontokat, amiket nekünk most már muszáj. Tehát egy ilyen nagyon fantasztikus lehetett, tehát minden szabadon volt. Volt pár vitrin, de a 40-es zászlók meg a zászlók lógtak a falon kép. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon élményszerű kiállítás lehetett ott, de elég gyorsan kiderült, hogy nem fér bele az anyag. A muzeológusok egymás között gyakran viccelődnek azzal, hogy gumifalú raktárakat szeretnének. Az anyag ugyanis mindig több, mint a hely. De a hadtörténeti kérése meghallgatásra talált. Felköltözhettek ide az egykori Ferdinánd laktanya nyugati szárnyába, a várba. 3 év alatt át is építették a laktanyát. A múzeumi céloknak megfelelően. Sajnos nem sikerült teljesen kifogástalanul, ezt most 100 évvel később látjuk. Tehát volt 3 év, hogy átépítsék, és megkezdődött az átköltözés. Itt ágyukat vittek, képeket húztak fel csörlők segítségével, és végül itt, ebbe az épületbe az első kiállítás 1937. május 22-én nyílt meg Horthy Miklósnak a részvételével. Akkor szinte az egész épületnek a földszintje, az első emeletes, a második emeleten is voltak kiállítótermek, ugye volt egy történeti rész, voltak szakkiállítási termek, ugye, és akkor költöznek ide ebbe az épületbe.
A Hadtörténeti Múzeum nem egyszerű múzeum. A hatalom képviselői mindig kiemelt jelentőséget tulajdonítottak ennek a gyűjteménynek. Általában nem is az oktatási, hanem a hadügyi tárca felügyelte működését. Sokat mondó tény, hogy Horthy is fontosnak találta, hogy eljöjjön a megnyitóra. A Magyar Világhíradó is leadta a kormányzó beszédét. Mindnyájuk összefogásának az eredményét látjuk ma magunk előtt. És mindnyájukat illeti a köszönet, hogy az utolsó nehézségeket áthidalva a Magyar Hadimúzeum ma a magyar nemzeti életbe belekapcsolódhat, és hirdetheti a magyar katona dicső múltját, emlékeztethet elődeink nagy tetteire, és példát nyújthat az új nemzedéknek. A múzeum 100. születésnapjára készülő kiadványban lesz olvasható az a tanulmány, amely ennek a megnyitónak a körülményeit taglalja. Elég hosszú ideig készítették elő ezt a megnyitót, mentek viták, a Nemzeti Múzeum szakembereit kérték felvizsgálódni ugye a forgatókönyv szempontjából, a minisztérium, a honvédelmi miniszter látta, hogy milyen tervek készültek, tehát akkor ez az ország, és nyilvánvalóan a honvédség számára nagyon fontos volt, tehát úgy gondolom, hogy természetes volt, hogy itt volt ugye a kormányzó, és a megnyitón részt vett. A kormányzó eljött a megnyitóra, de személy szerint nem ő, hanem a minisztere vett részt tevékenyen a kiállítás előkészítésében. És nem csak ő, az egész ország figyelemmel kísérhette a történéseket. A Hadimúzeum sarkán felállítandó lovasszobor alapozási munkálatairól a Magyar Világhíradó is beszámolt. Hatalmas, törökkori ágyúra bukkantak itt. A budavári gróf Bethlen István bástyasétány északi végén a Hadimúzeum sarkán felállítandó lovasszobor alapozási munkálatai során 2 méter mélységben ágyúgolyók, puskacsövek és emberi csontok mellett egy hatalmas bronzágyúcsőre bukkantak. Az első látogató maga Horthy Miklós volt. A nyugati szárny megnyitását követően fokozatosan az egész épület együttest megkapta az intézet, múzeum és könyvtár. Még a II. Világháború alatt sem zártak be, egészen 44-ig, de a háborús pusztításokat nem tudták elkerülni. Amikor ugye a közeledő front miatt menekíteni kellett az anyagot, úgyhogy az történt, hogy összecsomagolták az itt található gyűjteményt, és elvitték Somlóvárra az Erdődi kastélyba. Van egy 100%, tehát olyan 80%-ot elmenekítettek, 20% maradt itt az alagsorban. És sajnálatos módon az történt, hogy az úszta meg jobban, természetesen nem sérülés nélkül, ami itt maradt. Amit elköltöztettek, az elég jelentős károkat szenvedett itt ugye a frontok átvonulása, az anyagok széthordása miatt, úgyhogy sajnálatos módon elég sok anyag elveszett, elkallódott. Ugye ezt próbáljuk mi az idők folyamán visszagyűjteni, és maga az épület is eléggé durván megsérült, tehát a múzeumnak a délnyugati sarka az teljesen földig rombolódott, azt újra kellett építeni. Elég nagy találat értek a középen, ahol a lépcsőház van, ott egy nagy lyuktátongot, és nagyon megsérült az északi front. A német csapatok a háború végén a várba vonultak vissza, a szovjetek pedig ágyúzták és bombázták a vár épületét. Az újranyitás során a romos északi front egy kis részében nyílt meg az első kiállítás. 100 évvel ezelőtt, 1849. május 21-én 48-as honvédeink dicsőséges tavaszi hadjáratuk során felszabadították Budavárra. Kossuth honvédei ragyogó győzelmet arattak a császári seregek fölött. A százados évforduló alkalmával megnyílt a várban a Hadimúzeum. Kiállítása bemutatja a dicsőséges harcok vezetőjét és az egykorú katonai emlékeket. Ezek a zászlók vezették szabadságharcelemre a 48-as honvédséget. Ezek szellemét ápolja és erősíti ma a demokratikus néphadsereg. A háború után megkezdődtek a felújítási munkálatok, és az északi fronton teljesen másféle típusú épületet építettek vissza. Akkor kapta meg az épület azt a nagy termet, ami most is működik, és különböző rendezvényeknek a helyszíne. Ma márványteremnek hívjuk, de ez akkoriban tüzérterem néven szerepelt, mert hogy abban egy tüzérkiállítást helyeztek akkor, mikor elkészült az épület. Szakasics Árpád aranykoszorúval fejezi ki a népköztársaság kegyeletét a 49-es győzelmet hirdető Kossuth zászló előtt. A megnyitó utáni katonai díszszemlén a 48-as zászlók azért voltak ilyen fontosak, mert másodszor kaptuk vissza őket.
az oroszok vitték el kétszer. 1849-től 1941-ig voltak Moszkvában. Majd a II. Világháború végén újra elutaztak oda, és 1948-ban tértek végleg haza. A magyar szabadságharc legdicsőbb hadvezére Bemapó volt. Halálának 100. évfordulóján emlékkiállítás nyílt meg a Hadtörténeti Múzeumban. A múzeum kiállításai erőteljesen politikai színezetűnek kellett, hogy legyenek az 50-es években. Szép Ilonka és Kőhalmi László úttörőpajtásokat Bem szabadság szeretete jó tanulásra lelkesíti. Nézzék a korszellemhez igazodást! A Bemapó halálának 100. évfordulójára rendezett kiállítás mottója 1950-ben. Amiért Bem küzdött 100 évvel ezelőtt, azt megvalósította a dicsőséges szovjet hadsereg. A Rákosi éra elmúltával a nyomás is enyhült a Hadtörténeti Múzeumon, és újabb eszközökkel bővült a gyűjtemény. A 2005-ben kezdődött meg a Hadtörténeti Múzeum állandó kiállításainak megszervezése. A gyűjtemény magját a 48-49-es szabadságharc emlékei képezik. A másik nagy csoport az első világháborús tárgyaké volt. A 20-as években a Bécsi Hadtörténeti Múzeum adott át sok magyar vonatkozású műtárgyat. Az ekkorra összeállt, több ezer darabos gyűjteménynek azonban jelentős része megsemmisült a II. Világháború utolsó hónapjaiban. Azok a vasúti szerelvények, amelyekben az anyag egy része evakuálásra került, bombatámadás áldozata lett, illetve hát azt lehet mondani, hogy a frontvonal mozgásával ott olyan kaotikus eseményekre került sor, hogy nyilván az emberélet adott esetben fontosabb volt. Mai napig nem lehet egyébként pontosan tudni, hogy melyik irányba és hova került számos műtárgyunk. Az is egészen biztos, hogy a környező területen élő lakossághoz is kerültek bizonyos tárgyak. A múzeum a mai napig dolgozik azon, hogy ezen időszak tárgyi emlékeit visszagyűjtse. Sok mindent sikerült újra beszerezni. A gyűjtemény gyarapodás egyébként szerencsére napjainkban is tart, még a mai napig leszármazottaktól első-második világháborús, de a legkülönbözőbb történelmi korszakokból származó hagyatékokat kapjuk például ajándékba, és időnként célzott gyűjtéseket is folytatunk. Most az első világháború centenáriuma során például nagyon sok első világháborús személyi hagyaték kerülhetett be a múzeumban. Szerencsére sokan gondolják úgy, van az intézménynek egy olyan presztízse, hogy katonai hagyatékok itt kerülnek a legjobb helyre, akár kutatási szempontból, akár pedig a nagy közönség tárás szempontjából. Az állandó gyűjtemény részei ma jelszavaink valának haza és haladás. 1815 és 66 közötti magyar hadtörténet Ferenc József zászlajai alatt. Hadtörténet 1868 és 1914 között. Magyarország a nagy háborúban 1914-től 18-ig. Piavétól a Donig, a Dontól a Dunáig. 1918 és 1945 közötti hadtörténet. A magyar katonákat a szovjet hadifogságba kísérhetjük az Elhurcolva távol a hazától című két éve nyitott tárlaton és a legújabb kort, a vasfüggöny építésének korszakát öleli fel az 1948 és 68 közötti időszakot bemutató, és legördült a vasfüggöny. És itt van persze a fegyvertörténeti látványraktár. Mindjárt megyünk oda is, de előbb nézzék, milyen érdekességek vannak a teljesség igénye nélkül az első világháborús tárlatban. Itt van Ferenc Ferdinánd tüzértiszti csákója, Szurmai Sándor honvédelmi miniszter dögcédulája, vagy a monarchia utolsó vezérkari főnökének, Arc Artúrnak hagyatéka. De nem csak nevesített hősei voltak az első világháborúnak. Törekszünk arra, hogy az úgynevezett névtelen hősöknek is emléket állítsunk. Igyekeztünk néhány igen megrázó tárgyat is bemutatni a kiállításban. Például olyan tüzérségi lőszerből kiszakadt repesz darabot, amely egy egyébként civilben tanítóként dolgozó fiatalembernek a lábának az amputálásához vezetett.
ezt a, hát mondhatni igen személyes örökét a család megőrizte, és néhány évvel ezelőtt az Angliában élő leszármazott látogatott meg minket, hogy ezt átadja nekünk. A kiállítás megpróbálja a társadalom és a hadsereg kapcsolatát is bemutatni. Az 1908-as londoni olimpián ezüstérmet szerzett Zulawski Béla vívónak a frontról hazaküldött utolsó távoli levelező lapja is elolvasható itt. Ő 1914-ben a déli hadszíntéren hunyt el. A kiállításon interaktív érintőképernyőn lehet lekövetni az első világháború rendkívül összetett és több színtéren zajló csapatmozgásait. Itt például három részre osztva mutatjuk be az első világháború eseményeit, a nemzetközi eseményeket, az osztrák-magyar vonatkozású hadi eseményeket és a hátországi eseményeket. Itt gyakorlatilag az egész 4,5 év összes kiemelkedő eseménye megjelenik, onnantól kezdve, hogy Szarajevóban meggyilkolják a trónörököst, egészen odáig, hogy mikor milyen harcokba vettek részt magyarok, és hát természetesen, hogy ez hogy jelent meg a hátországban, és a nemzetközi hírek is, hogy juthattak el hozzájuk. A képgalériában egyrészt a kiállításon lévő műtárgyakról olvashatnak többet a látogatók, másrészt pedig a kiállításra ki nem került, de mondjuk nagyon érdekes műtárgyainkkal is megismerkedhetnek. Szerepjátékkal is végigélhetjük az első világháború éveit. 8 karakter bőrébe bújhatunk. Naplót lapozgatva nézhetjük végig, mi történhetett például egy huszárral az első világháborúban. Jegyünk vonalkódja aktiválja a rendszert teremről teremre. A vonalkódot megjegyzi a rendszer, és ha egy következő teremben újra odailleszti a látogató, akkor ott folytatódik a történet, ahol abba hagyta. És az egyik ponton, itt például 1916-ban egy választás elé állítjuk a látogatót. Itt például választhat, hogy önként jelentkezik-e, vagy inkább meglapul és nem jelentkezik önként egy éjszakai vállalkozáshoz. A 100. évfordulóra különleges kiállítást nyit majd a múzeum, a magyar haderő 170 évéből és a múzeum 100 évéből. A kiállításnak egy nagyon fontos része lesz az úgynevezett kincstár, ahol az összes gyűjteményünk bemutatja azokat a műtárgyakat, amelyek adott esetben nem is feltétlenül szoktak gyakran szerepelni kiállításokon, de vagy szakmai szempontból, vagy ténylegesen anyagi értéküket tekintve olyan kiemelkedő jelentőségűek, hogy a látogatók számára biztos nagy élmény lesz ezeket megtekinteni. Ebben a kincstárban természetesen nem csak a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményei, hanem a Hadtörténeti Intézet és Múzeum részeként működő több közgyűjtemény kincsei is megjelennek. Az állandó tárlatok sorában a fegyvertörténeti látványraktár nyílt meg legutoljára 2017-ben. A Hadtörténeti Múzeum a honfoglalás korától napjainkig rendelkezik olyan fegyverekkel, amelyeket a magyar katonák használtak. Itt a fegyvertárban végig sétálhat a történelmen a látogató, a fegyverek változását megszemlélve a 11. századtól a 21. századig. 13 korhű ruházatban és fegyverzetben őrtálló viaszfigura segíti elképzelni, milyen is lehetett egy-egy katona a különböző korokban. De nem csak nézni lehet, hanem egyes darabokat kézbe is lehet venni. Hát ugye az iskolában a diákok a történelem könyvekből kapható száraz történelem tudást kapják meg, és mi szeretnék élményszerűbbé varázsolni számukra ezeket a foglalkozásokat, ezért kézbe vehetnek különböző műtárgymásolatokat, fegyvereket, vagy viseleti darabokat, felszerelési tárgyakat, ahogy itt is látható. És szeretjük őket bevonni a különböző foglalkozásokba, ezek interaktív módon zajlanak, többnyire ilyen párbeszédes formában, vagy a végén egy tesztes kérdéssor is van esetleg, úgyhogy szeretnénk, hogyha élményekkel távoznának a múzeumból. A Hadtörténeti Múzeum 2018. novemberben 100 éves születésnapi programokkal várja az ide látogatókat. Részletek a www.militaria.hu honlapon.